Tamara, még az egyes után mondtad, hogy ha azért a négyes nem sikerül megnyerni, akkor bosszúsabb leszel, most az vagy? Kicsit igen, ennél azért lehetünk volna jobban is. Nagyon lassú volt az eleje, tehát ez belülről is nem csak látszott, hanem ez belülről is olyan volt. Nem tudom miért tényleg, de úgy voltam, hogy eljárt mindenki spórol, és akkor majd 200-nál indítunk egy akkorát, hogy elmenjünk mellettük. De indítottunk is egy nagyot, de nem sikerült őket pont hajszállal utol érni. Lehet, hogy nekem kellett volna egy kicsit előbb hoppolni, de hát később bánat. A Dana az mondjuk a 200 után majdnem kiesett a hajóból, az, hogy rossz volt nézni, de amúgy beértünk, úgyhogy igen. Mert ott mi történt? De nem tudom, egyszer csak így azt hittem, hogy elhagynak a lányok. És akkor Tami kezd sztrókolni, én meg majd a vízbe fogok úszni, de csak egy billenés volt, de annyira nem zökkentett ki szerintem. Ráadásul azért itt lehetett látni a végén, hogy nagyon jön a hajó, és még kicsit lehetett bízni, mert talán utoléritek őket. Ebből nem tudom, hogy mit lehetett ott bent érezni. Igen, ott egy pillanat én is elhittem, hogy még talán utol tudjuk őket érni, de aztán az utolsó százon már éreztem, hogy nem lesz meg. Hát tényleg a pályánknak az elején nem volt túl gyors, amiben lehetett volna még, de most ennyit tudtunk, hogy ezt tudtuk kihozni. Hát Dorka, mondtad, hogy neked ugye, amikor ott voltál Szegeden a négyesben, az más élmény volt sok szempontból. Most ez mennyivel nehezebb? Hát szerintem körülményekhez képest szerintem ezt nagyon megoldottuk. Nagyon hideg van, már bemelegítésnél én fáztam, úgyhogy ez szerintem jó ahhoz képest. Még egy kérdés Danuta hozzád, mert ugyan ugye speciális a helyzet, hiszen olimpia után vagyunk egy új ciklusban, de azért erről nem esett szó, hogy akkor az már eldőlt, hogy folytatod Párizsig? Igen. Ebben nem is volt kérdés benne? Hát nem. Igazából Fradival van szerződésem a párizsi olimpiáig, úgyhogy folytatom persze. Akkor további sok sikert, köszönjük szépen! Köszi!